én vagyok a felelős a ház működéséért, és én vezetem a folyamatos megyézenet. Pár szóval röviden elmondom, hogy hogy is alakult, hogy is indult ez a konyakos meggyártás is, és a ház funkcióját, hogy mire használjuk. 1926-ban épült a ház, az építetés idején a település, kis település legnagyobb, legmagasabb háza volt, és erkély volt, ami itt azért ritkaság volt, vagy kuriózum. A ház először magánlakásként működött, utána a település gyógyszertára volt, és itt lakott a gyógyszerész, és körülbelül 10 éve kiköltözött a főutcára. Azóta utána egy pár évig üresen volt az ingatlan, amíg az önkormányzat gondolkodott rajta, hogy valamire ki kellene használni az ingatlant, és jött az az ötlet, hogy valami olyanra használják ki ezt a házat, ami a település hírnevét vagy a település értékeit is meg tudja őrizni. A településen Méz és Megy Fesztivál van 11 éve, és azt próbálták minden jobban átmondani, hogy ezt a két terméket jó lenne minden jobban felhasználni, és bemutatni a felhasználását, hogy mikre is lehet felhasználni ezt a két terméket. A ház ízekháza neve lett, mert ott balkész felől van egy szép nagy konyha, majd oda benyívom önöket a rövid bemutató után, ahol megpróbálhatják esetleg elkészíteni a konyakos megyet. És ízekháza lett a neve, ami három országban van. Az a célja, hogy a hagyományos módon való sütés-főzést bemutatjuk a gyerekeknek. Nem is oktatjuk, hanem inkább azt mondom, hogy egy kicsit játékosabban vagy kikapcsolódás szempontjából meglássanak és kipróbálhassanak, meg ő maguk tudjanak olyan dolgokat elkészíteni, amit régen, ahogy régen hagyományosan készítettek. Ilyenek például szoktunk csinálni szezonálisan paradicsomfőzést, befőtt főzést, lekvárkészítést, ruccanakot, pogácsasütést, vérsalmasajtkészítést. Van még néni, aki még rétes sütni is eljön, megmutatja, hogy húzzák a rétest, hogy kell elkészíteni. Aztán tésztagyúrást próbálunk velük, tarhonyakészítést. Rengeteg gyerek van, aki nem csinál ilyet otthon, nem is látott olyat, és innentől kezdve sokszor csak a gépekkel tudja elképzelni, hogyan készült, pedig nagyon sok minden elkészíthető kézzel, és más állagú, más történettel és más elkészítési móddal. A gyerekek nagyon szeretik, iskolából pedagógusok szervezetten jönnek, mindig ahhoz képest készítünk, hogy milyen szezonban vagyunk, és hogy mekkora gyerekek jönnek ide. A ház hátsó felében van a konyakos megyezen kialakítása. Egy pár szót elmondanék az alapanyagokról. Mint mondtam, a megy a település védjegyéül is szolgál, és akkor így lett mivel Kiskunhajsán volt régen konyakos megyüzem volt, amikor 150 ember is dolgozott benne, a TS indította, csak sajnos a TS felszámolásával felszámolódott a konyakos megyüzem is. A felszámolásból még sikerült pár eszközt megmenteni, ami általában mint kézi eszköz, már a technikai eszközöket újra kellett vásárolni. Itt Szankon van egy Toltechnik nevezetű cég, akinek, ha felnézünk, lehet látni a logóját és a fotójait. Ő elkészítette, ő egy olyan vállalkozás, aki egyedi munkaeszközöket tud készíteni. Ő elkészítette a megyszár tépő gépet, mert régen ezt is mint kézzel csinálták, meg a megy eltevést is megcsinálta az üzem. Ma már az alkohol fenntartása miatt nem tudjuk eltenni, mert olyan szigorú számolása, elszámolásban van, mint a pálinka főzés. És ezért egy külön vállalkozást csinálja, amivel nincsen semmi probléma, ugyanúgy megoldható, mint régen, csak másféle dolgoknak kell megfelelni, ahogy a helyzet vagy éppen a sors hozta. A megyet Kiskunhajsán teszi el egy vállalkozás, és 80 fokos szeszre teszik el a megyet, ami azért nagyon fontos, hogy semmiféle tartósítás nem igényel, a szesz tartósítja, legalább 3 hónapig benne kell legyen ebbe
a tiszta érkezési alkoholba, és 3 hónap után magozzák, és úgy hozzuk el. A fenntartásra, a magozás csak mindig akkor van, amikor elhozzuk a megyet, mert akkor szép kereken maradnak a megyszemek, ami azért fontos, hogy utána mi kör alapú édességet tudjunk gyártani belőle. A munkafolyamat többi részét itt készítsük. Az alapanyagokról még annyit szeretnék elmondani, hogy félkész állapotokba kapjuk meg, a fondant 20 kilós kiszerelésben vesszük, a csokoládét meg csoki cseppekbe hozzuk, és itt melegítjük és temperáljuk vissza arra a hőfokra, ami nekünk erre a célra szükséges az előállításnál. Megmutatom a kis filmet.